79 ukrán menekült állampolgár érkezett Egerbe a munkásszállóra. Ők az ottani rendőrök, tűzoltók, katasztrófavédelmi szakemberek családtagjai. A város mindent megtesz annak érdekében, hogy megfelelő ellátásban részesüljenek, és a továbbiakban is segítik őket. A szállóba Soltész Miklós államtitkár is ellátogatott. Minden problémát nagyon gyorsan meg tudtunk oldani, én nagyon hálás vagyok, mert több tucat ember dolgozott velünk együtt egész hétvégén, hogy itt enyhítsük azokat a szükségleteket, amelyek azonnal jelentkeztek. Szerencsére, ami a legfontosabb, ezt kivétel nélkül tudtuk teljesíteni. Most már az olyan apróságokat kellett megoldani, ami számukra létkérdés, hogy legyen wifi, hiszen az Ukrajnában maradt családtagokkal csak internetes segítséggel tudnak kommunikálni.